A Fejér vármegyei közgyűlést költségvetési tárgyú döntések miatt hívták össze. Az egyik legfontosabb, hogy a különleges gazdasági övezet kapcsán befolyt bevételekből mintegy 1,5 milliárd forintot kap 4 település fejlesztésre és működésre. Az egyházi fejlesztésektől kezdve, templom előterének a rendbetétele, parkoló kialakításától kezdve, útépítés, felszíncsapadék vízelvezetés, sportpálya építés, közintézményfejlesztés, gyakorlatilag amire a települések olyan igényt nyújtottak be, aminek kapcsán mi is úgy ítéltük meg, hogy ténylegesen az ott élők, helyi ott élők a helyi igényeknek megfelelő fejlesztési igények, ezeket tudtuk támogatni. Molnár Krisztián hozzátette, Kulcs 100 millió forint támogatásban részesül, a legnagyobb összeget Rácz-Almás kapta, 920 millió forintot, hiszen oszlopos tagja annak az ipari termelésnek, ami a különleges gazdasági övezetet adja. A másik ipari tengely központi település Iváncsa, ott még a nagy fejlesztés, az SK Innovation fejlesztése még csak most van beindulóban, de már valamelyest folyik ipari termelés, ők nagyságrendileg egy 250 millió forintos forrást kaptak. A sorban következő adony, ők kerek 200 millió forint támogatásban részesültek. Nem titkolt célunk, hogy ez a pénz teljes egészében beépítésre kerül az ottani költségvetésbe. Az elnök hozzátette, adonyban a Sarlós Boldogasszony életveszélyessé vált templom felújítására fordítják majd az összeget. A közgyűlésen támogatásról is döntöttek a tagok. A Krajcáros Alapítvány számára 200 ezer forintot biztosítottak ahhoz a munkához, amelyet a nemzeti emlékeink megőrzése érdekében végez.